Szeretettel üdvözlök mindenkit, ha május, akkor karalábé, és ha karalábé, akkor töltött karalábé, egy klasszikus fogásunk, megmutatom, hogy hogy készül. Azzal kezdtem a munkát, hogy a karalábékat meghámoztam, néhány zsenge levelet a közepükről félretettem, ez majd belemegy a mártásba, és a karalábék belsejét egy ilyen spéci karalábé vájóval kifúrtam, ilyen kis helyes gömböket vágtam ki belőle. Általában úgy szoktunk kalkulálni, hogy személyenként kettő ilyen karalábé az, amit elkészítünk, és miután ő csak egy mártást fog majd kapni, gyakorlatilag ez egy egytál étel, tehát külön köretet, egyebet nem igényel. Amikor kész a karalábé előkészítése, akkor összerakjuk gyors ütemben a tölteléket. Ehhez 50-60 deka darált húst vegyünk, ugye 4 főre ez 12-15 dekát jelent, ezért most itt 60 deka, így jött ki a lépés annak, amit feroltam. Ehhez a mennyiséghez tegyünk 2 áztatott zsemlét, így szóra tettem. De miután ezek a mai zsemlék már ilyen erőteljesen, hát ilyen fölfújt zsemlék, akár 3 is lehet ez. Tehát ugye még régen azért, ha 2 zsemlét kinyomkodtam, az úgy meglátszott, most szerintem a 3 felel meg annak. Fontos, hogy mindig hideg vízbe áztassuk a kenyeret vagy a zsemlét, mert a meleg vízben egy pillanatok alatt szétmálik. Hozzáütök egy tojást. És ugye ez 60 deka volt ez a hús, ehhez teszünk egy pupozott kis kanál sót, megborsozzuk. Ez nagyjából egy ilyen csapott mokkáskanálnyi mennyiség, és ami még a töltelékbe kell, egy kis csokor felaprított petrezselyem. A petrezselyem kész, és akkor praktikus, nem feltétlenül az egészet beletenni a töltelékbe, mondjuk tegyük bele a felét, és a másik felét azt pedig hagyjuk meg majd a mártásba. Más nem is kell bele, tehát hús, áztatott zsemle, tojás, só, bors, petrezselyem. Ha kész a töltelék, akkor a karalábék üregébe nyomkodjuk, és a karalábékat egy akkora lábasba tesszük, amekkorában alul éppen hogy elférnek. Ez azért lényeges, mert hogyha nagyon nagy edénybe tesszük, akkor ugye sokkal több lé kell hozzá, hogy ellepje majd a karalábékat főzés közben, és teljesen fölöslegesen. Ha esetleg kimarad a húsos masszából, akkor azt értelemszerűen kicsi gombócokká formáljuk, és így kerül a ételhez. Tehát kész a karalábé, 8 darab beletöltve, ahogy lehet látni, maradt egy kis húsos massza, de ezt majd akkor gombócozom bele, amikor már forralé. Úgyhogy a következő lépés, 12-ből simán alá is kapcsolunk legalább, hát egy 10-esen, de akár 12-esen is, hogy minél hamarabb elinduljon a főzés. Én nem szoktam használni, de ez azon ritka alkalmak egyike, amikor szükséges. 2 leves kockát én ebbe az 1,2 liter vízbe beleteszek. Ugyancsak adok hozzá 1 evőkanál cukrot. Így. Hagyom, hogy fölforjon, ha fölford, belegombócozom a maradék húst. A karalábé levelet, amit félretettem, apróra vágva hozzáadom, hozzáteszem a félretett petrezselymet, és úgy főzöm egy olyan 25 percig.
eltelt a 25 perc, hozzákerült ugye a töltött karalábéhez a kivált karalábé belső, a karalábé aprólék. Nagyjából ezt egy 5-6 percig, max 10-ig kell főzni. De hát ugye olyan apró és zsenge zöldségről van szó, hogy ez nagyon hamar megpuhul. Ez alatt másfél deci tejfölt kikeverek másfél deci tejszínnel, fél, illetve hát így fél, tökéletes. Ehhez a mennyiséghez teszek két evőkanál lisztet. Két ilyen, mondjuk csapott evőkanálnyi inkább. Elkeverem. Egy keveset hozzámerek a karalábénak a levéből, pontosabban hozzászűrök. Ezt majd beleöntöm a lábasba. Két percig forralom, az alatt ez a karalábé ragú tökéletesen besűrűsödik. Az alatt nem hűlt ki nekem a töltött karalábé, de ha véletlen kihűlt van, akkor mártásban meg tudom melegíteni, és már is tálalok. Tehát ugye megvan a habarás, a habaráshoz hozzámerek egy keveset ebből a főző léből. Ugye, mint mindig, a tűzről lehúzom. Egyetlen mozdulattal egyszerre hozzáöntöm. És visszateszem a tűzre 2-3 percre, hogy be tudjon forni, be tudjon sűrűsödni, ugye ez a lisztes habarás egy kicsit behúzza nekem magát a mártást. Utána kóstolok, ha szükségét látom, akkor egy pici sót vagy cukrot még utána ízesítek, és gyakorlatilag ennyi a töltött karalábé készítése.